Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem megint Bence. Sziasztok! Hogy értékelje a Nastigal rendelésem második részét, az első videó már fent van a csatornámon, úgyhogy ha nem láttátok volna, akkor csekkoljátok le mindenképp. De most azért vagyunk itt, hogy a második csomagot is értékeljük. Remélem legalább annyira lesz jó, mint az első, mert az első, azért elég jól sikerült. Nekem is nagyon tetszett, úgyhogy kíváncsian várom egyébként. Nem szeretném túl sokáig húzni igazából a bevezetést. Az első részben megtaláltok egy csomó infót, hogyha érdekel titeket. Úgyhogy szerintem kezdjük is el felpróbálni. Nézzük meg! És az első set Markó Rebekán. Remélem, hogy fog tetszeni, mert a póni, vagy mi ez a cofom, nem annyira értékelte. Sose láttam, de igen, láttam, de nagyon ritkán látok rajta garbót. Ennyire garbót. Hát ilyen. Sőt, szerintem nem is láttam még. Ennyire durván garbót nem szoktam hordani, de az az igazság, hogy ezek a hosszított pulcsik, amik ruhává alakulnak át, egy kicsit kezdik átvenni az uralmat igazából az irányításom felett, és muszáj volt. Nekem tetszik igazából, egy farmerrel még jobban tetszik. Én imádom rajtad az oversize dolgokat, tehát amikor a pulcsiaimat belopod, mindegy, ezt inkább hagyjuk, ez egy más téma. Azt is egyébként nagyon bírom és szeretem rajtad. Az már egy másik kérdés, hogy a saját tulajdonomat veszed el. De hát ugye a lányok ezt teszik. 10/8! Nagyon jó egyébként az anyaga. Ó, az tényleg jó. Szerintem a legjobb, amit eddig Nastigaltól igazából próbáltunk. És nagyon jó, mert hátul tök hosszú. Úgyhogy véletlen sincs olyan, hogy whoops, villantanál egyet. Imádom. Ha valakit érdekel, nálam ez 10/10, úgyhogy... Tetszik, hogy lejtett a válla. Igen, ez tényleg ilyen total oversize, tehát hogy... És egyébként mindent MS méretben rendeltem. Második szett! Nézzük meg! Ez, várjál, szemem sarkában, igen, ez egy pulcsi lesz, és szintén szerintem oversized. Ez ugyanaz, csak más színben? Majdnem. Tehát nagyon hasonló, kisebb a garbó része, más az anyag. Felsliccelve oldalt, de egyébként... 10/9. Mondtam, hogy problémáim vannak. Hát... Nekem ez 10/9 a szín miatt, nagyon-nagyon szeretem ezt a májba, ez májba szín, nem? És nagyon jó vékony, és nagyon kényelmes, és egyébként én nem tudom hogy, de jó illatuk van a ruháknak. Tehát, hogy a másiknak tényleg menta illata volt, esküszöm, és nem ilyen, tudjátok, rendeltél ruhát és büdös valami, hanem... Tök jó, nekem nagyon tetszik. Na ez viszont 10/9. Ez tényleg jó. Sőt, 10/10. Tényleg? Tényleg. És működik vele a... Menj ki így a képből. Következő ruha. Harmadik szett értékelés. Következő. Nem tudom, hogy mit gondolok róla. Mondtam, hogy rendeltem... De fura az anyag. Rendeltem olyan dolgokat, amit még soha. Soha. És ez, csak hogy mindenki értse a helyzetet, egy bőr melegítő nadrág. Mármint, hogy oké, gombja van, de hogy fazonilag ilyen jogger teljesen, és amúgy nem biztos, hogy bánom. Nem ezt, bocsánat, hogy beléd folytam a szót folyamatosan, nem ezt szerettem volna rendelni, volt egy másik, ami sokkal jobban tetszett, de annak nem volt ilyen csík itt középen, de annak, vagyis abból már nem volt méret. Azt hiszem, hogy egy XS-es meg egy L-es volt belőle, és ez az egyik sajnos, a másik meg szerencsére nem jól. Úgyhogy, ja. Én nem tudom, hogy mit gondolok, hogy őszinte legyek. Nekem idő kell, hogy ezt feldolgozzam. Ilyet még nem láttam rajtad. Színben nem tudom, hogyha ilyen barnásabb lenne, vagy krémszínű, vagy nem tudom, az lehet jobban tetszene. Anyagában fura nekem. Baromi kényelmes. Hát akkor kényelmes, ez lehet, de 10/7-et, 7 és felet adok. Ezt megmutatnám, hogy
ilyen az alja. Aha, az jó, ez itt ez gumi. És csak hogy nem látják, te látod, de ők nem. Kicsit tudom feljebb húzni, meg lejjebb húzni. Jó, egyébként. Meg tudjuk szokni, vagy ez a... Hát ezt az időben ti el, én nem tudom. Nyilván ez nem egy sima, fekete, melegítő nadrág, tehát... Szóval... Nem véletlen vagyok kiblőrözve. Ugyanis, még mielőtt ti látnátok, szeretném elmondani, olyan szinten átlátszó ez a kis nadrág, hogy elmondani nem tudom. És valószínűleg véletlen az MS helyet S-eset rendeltem, úgyhogy ez a helyzet, megmutatom egyszer, hogy átlátszik a címke, és többször nem fogom megmutatni. Ezt hogy gondolták? Nem tudom. Amúgy nyúlik meg minden, tehát... Látszik a kezem, ha benyúlok. 10/1. Szétjeljtek el magatokat. Ez ugye a loungewearben volt, és kényelmesnek kényelmes, meg minden, de hogy ne haragudj. Hát egy ezt micsi. Mondjuk úgy, ha bárki itt van, nem venném fel harisnya nélkül. Mondjuk. Úgyhogy igen, erről ennyit. Kövi cucc, nézzük meg. Ez. Gyakorlatilag olyan, mintha nem járnánk, nálam töltötted volna az éjszakát, és hazaszöknél az én ingemben. Ez egy szatén hálóruha. Tekintve, hogy az ágyunk kezd teljesen szaténba átalakulni, nagyon igen. Szerettem volna. Olyan az ágyunk, hogy este befekszek, és kicsúszok a másik oldalán. Ó, ne na! De! Nagyon szerettem volna egy szatén pizsit is. És vettem egyet. Nekem tetszik, 10/8. Nekem is, olyan... Az az igazság, hogy arra kezdek el rájönni, hogyha van pizsim, és nem tudom én régi pólókba, vagy a te pólóidba, vagy trikókba, vagy bármilyenbe alszok, akkor olyan fancy érzés elmenni aludni. Hülyeség, amit mondok, vagy érti valaki? Tehát, hogy amikor egy ilyen pizsamába mész el aludni, akkor olyan... Ja. Most így nézek a fiúkra, de nem nagyon... Oké, okay, mindegy, akkor csak én vagyok vele így. Hát nem baj! Ez lesz az utolsó termékünk, amit őszintén megmondok, hogy... Nem emlékszem, hogy milyen cipő. Hello! Az itt a majd egy... Nézzük meg! Nézd meg, gyere! Ah! Beesett a telón. Ez a cipő, kérlek szépen. Oda jó anyagban van rejtve. Tudom! Lemaradtam erről a trendről, és nagyon akartam magamnak egy ilyen szandét. Ez teljesen átlátszó. Igen. De jól néz ki. És igen, vettem egyet. Lehet, hogy nagyon béna és nagyon izé, nem tudom, ilyen basic, de... Nekem sem jutott eszembe róla, olyan izé. Felpróbálom. Add ide a másikat. Próbálja felé. Jó, ez nagyon fancy. Most ez le kéne venni a harisnyát, mi? Hogy... Ne vedd a harisnyát, jó az így. Tök jó. Úgy fog csúszni, mint az állat. Yeah. Oké, nyilván ezt most csak Bence meg Patrik látja, de... Vágok be nektek képet, hogy ti is lássátok, hogy miről van szó. Ide jövök, hogy lásd. Jó, de jól néz ki. Hát ez a harisnya nélkül tök jó. Vagány? Aha. Ja. Nem, hogy üvegen állnál. Uh-huh. Ja, beálltam, hogy lássatok. Tök jó, 10/9. Igen? Aha, ez jó. Jó, akkor majd csinálunk benne képet. És felrakjuk a netre. Kilóg a fejem a képből, vajon lettem annyira magasabb? Olyan magas vagy, hogy beállt a nyakom, hogy így fejfele kell néznem. Hát csókolom! Úgyhogy akkor ez lett volna az utolsó termékünk, és őszintén megmondom, hogy nekem nagyon tetszett ez a kör. Szerintem ez a kör is nagyon jó volt, az előző is az volt. Ha nem láttátok, nézzétek meg a link a leírásban. Én nagyon elégedett vagyok. Én 10/8, 10/9-et adtam a legtöbb termékre, úgyhogy köszönöm szépen, hogy most is meghívtál. És remélem, hogy ezen túl is meghívsz.
az az igazság, hogy az egész nagy nasztigár rendelésből csak az a nyomorult rózsaszín nadrág, ami az elég gyenge. Várom a ti pontozásaitokat is, mindenképpen. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, írjátok meg kommentbe a pontozásokat, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Gyertek át Instagramra is, nézzetek meg a videókat, kövessetek be engem, Rebekát is, és tartsatok velünk következőkor is. Természetesen kicsit szét vagyunk csúszva, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!